A 2011 óta, illetve főként az elmúlt évben született gyerekeknek állítottak fát Bátaszék határában. A városban ez már 11 éve hagyomány, a programon bárki részt vehetett. Egyetlen kikötés volt, hogy legyen valamilyen kötődése a településhez. Ez akár nagyszülő révén, nagybácsi, bárki. Szülők révén nem baj, ha az ország túlsó felébe laknak. Az a cél, hogy a kötődésüket Bátaszékhez ilyen módon is tudjuk erősíteni. És hogyha mondjuk időközben született egy kis testvére, akkor a nagynak a nevét is rá írjuk a névtáblára, még ha akár 20 éves akkor is, ha a szülő ezt kéri. A családok a jelentkezés sorrendjében húztak számot, továbbá a facsemeték és a gödrök is egy-egy sorszámmal voltak ellátva, így teljesen a véletlenre volt bízva, hogy ki mit és hová ültet. A legfontosabb szabály pedig, hogy a csemetét a jövőben gondozza a gazdája. Szerintem ez egy jó kezdeményezés, meg a gyerekkel is, ha kiárunk, nagyobb lesz, majd ő locsolja, akkor látja, hogy hú, ez a fa annyi idős, mint ő, esetleg úgy mégis, hogy a klímaváltozás miatt is azért csak jobb, hogyha több fa van, a gyerekeknek árnyékot ad. Úgyhogy mi örültünk ennek a lehetőségnek, hogy itt családostól kijöhettünk. Tamásiban a település előjárói is besegítettek a szülőknek a faültetésbe. Már közel 20 éves a kezdeményezés, amely minden év novemberében kerül lebonyolításra az előző esztendőben született gyermekek részére. Ez egy szimbolikus dolog több értelemben is. Egyrészt azért is szimbolikus, mert 67 újszülöttnek most jelképesen 7 fát ültetünk. Ugye ennek az az oka, hogy a belterületi zöld területeink lassan elfogynak, és azért fogynak el, mert nagyon sok helyre ültettünk fákat, cserjéket, nagyon sok helyen parkosítottunk. A város főkertésze minden évben törekszik rá, hogy olyan növényeket válasszon, amelyek, mint ezúttal is, szint visznek majd az adott környezetbe. Szintén vöröslevelű juharokat választottunk, igazából most a szín miatt választottam. Ugye neki egy ilyen sötétebb, bordós, mély színű, mély tónusú levele van, és itt a sok zöld között gondoltam, egy kicsit felélénkíti a helyszínt. Az elültetett fákat a település közmunkaprogramjában dolgozók gondozzák majd a jövőben.